Az eső miatt a tornateremben tartott ünnepségen a nyolcadikosoktól osztályfőnökük, Karas Elvira tagintézmény vezető búcsúzott az alábbi gondolatokkal. Álljatok meg egy percre, nézzetek vissza, mielőtt indulnátok. Mit láttok? Az iskolát. 8 együtt töltött éve, kis elsősként, egyre bátorodó alsósként, felső tagozatosként, majd végül öntudatos nyolcadikosként. De látjátok a helyszíneteket, ahol mindent megéltetek. A régi alsó tagozatot, 5. a Dózsa-György úti épületet, és majd 6. a gyönyörű új iskola épületét. Számtalan akadályra, megpróbáltatásokra, feladatra, amelyek ebben az iskolában vártak rátok 8 éven keresztül. Amikor visszagondoltok a betűvetés és olvasás első lépései, a matematika néhol szinte megfejthetetlen rejtelmei, a természettudományok megérthetetlen törvényeire. Az elmúlt 4 évben alaposan megismertelek benneteket. Szívemhez közel kerültetek, ezért számtalan emlék jut eszembe a rengeteg közös programból. Voltak versenyek, kirándulások, farsangra való készülődés, főleg 5. osztályban a felejthetetlen vacsorázás, amelyet együtt szerveztünk, együtt éltünk meg, igazi gyerekként viselkedtetek. Mondta az iskola vezető, majd a szülőkhöz szólt. Kedves szülők! Önök is sokszor megtapasztalták azokat az érzéseket, amikor már szinte pattanásig feszülnek az idegek, majd egy-egy mosolyjal, jó szóval, bocsánattal, köszönömmel újra helyreállt a világ. Bízzanak benne, hogy bár egy gyermek nevelése közben sok borús pillanat is van, végén mindig kisüt a nap. Lehet, hogy az elmúlt években sok-sok nehézséggel kellett szembenézniük, voltak gondok a tanulással, a délutáni csavargással, bulizásokkal. Most mégis büszkén tekinthetnek a gyermekükre, akik eljutottak életük első mérföldkövéhez. Befejezték általános iskolai tanulmányaikat, és kilépnek a nagybetűs életbe. Köszönöm, hogy volt idejük gyermekük fejlődését még akkor is segíteni, ha úgy érezték, hogy az iskola követelményei, a környezet elvárásai hatalmas erőfeszítést kívánnak önöktől. Kívánom, hogy odafigyelésük, szeretetük maradjon ezen a szinten, mert gyermeküknek továbbra is ugyanilyen támogató, segítő, szeretetre, odafigyelésre van szükség. Madar Bence Ákos szavalata után a hetedikesek nevében Tóth Imre Bence búcsúzott a ballagóktól. A nyolcadikosok nevében Lukács Jázmin köszönt el az alma mátertől és tanáraiktól. Eljött az a nap, mert mindannyian vártunk. Most mégis elcsukló hangon szólok hozzátok. Búcsút veszünk az általános iskolától, a gyermek éveinktől, egy új izgalmakkal és kihívásokkal teli életnek az várunk. Tisztelt tanáraink! Köszönettel és hálával tartozunk önöknek a türelemért, a törődésért, azért a szeretetért, melyel nap mint nap megajándékoztak minket. Köszönjük azt, hogy rendszeresen megbocsátották és szemet hunytak csinteléseink fölött. Köszönjük azt, hogy elnézték nekünk az olykor gyenge teljesítményeinket, hogy mindig végig támogatták tovább haladásokat. Kérte Lukács Jázmin, aki megköszönte a vezetőség támogató hozzáállását, azt, hogy biztosították a tanuláshoz szükséges körülményeket, hogy zökkenőmentesítették a hétköznapokat. A köszöntő gondolatok után Plusz Csilla intézményvezető, Karas Elvira tagintézményvezető, Szabó Andrea és Bacsó Andrea pedagógusok, Lévainé Kovács Róza tagintézményvezető helyettes és Agócs Lászlóné, dr. Agócs László az iskola volt diákjának édesanyja, tanulmányaik, sport és kulturális eredményekért jutalmakat adott át a végzősöknek. Az iskola legidősebbjeitől tanáraik egy szép dallal köszöntek el. A diákokat a város oktatási nevelési intézményeinek vezetői táviratban köszöntötték.